850 ezer új munkahely jött létre hazánkban 2010 óta, emelte ki az innovációs és technológiai miniszter azon a fórumon, amelyet a Nyírbátorban és térségében működő kis- és középvállalkozások vezetőinek rendeztek kedden. Decemberben 3,4% volt a munkanélküliségi ráta Magyarországon, amivel a németországi értéket közelítjük, és ugyanez a cél a foglalkoztatási ráta esetében is. Probléma ugyanakkor, hogy 600 ezeren dolgoznak külföldön, igaz, a tárcavezető elmondása szerint egyre többen térnek haza közülük. Tavaly január volt az első hónap, már 2019. január, amikor megfordult a ki- és a bevándorlás aránya. Többen jöttek vissza Nyugat-Európából, mint amennyien elhagyták Magyarországot. Az itt ők, vállalkozók bizonyos területeken ezt azt mondom, hogy érezhetik is. Megnézzük ennek a struktúráját, ez nem egy egyszerű feladat, mert egyszerűen nincs ilyenfajta Európai Uniós statisztika, ezt országonként kell valamilyen formába végignézni. Elsősorban magasan képzett és egyébként jó fizetéssel rendelkezők kezdtek el hazajönni Németországból. A miniszter megfogalmazása szerint Magyarország elkezdett high-tech országgá válni, aminek köszönhetően egyre vonzóbbak vagyunk a külföldi cégek számára. Hozzátette ugyanakkor, hogy a digitális technológiák alkalmazásában jócskán az EU-s átlag alatt vagyunk. Előadásában beszélt arról is, hogy a magyar KKV-k adják a foglalkoztatottak több mint kétharmadát, a hozzáadott érték terén azonban még lenne mit javítani a szektornak. A hatékonyság növelésének több módja is van, mondta el már a Nyírbátori Felsőoktatási Képzési Központ átadóján. Az egyik a termelékenység növelése, részben a munkaerőképzésen keresztül, részben olyan technológiák alkalmazásával, ami valóban nagyobb hozzáadott értéket állít elő. De egy nagyon fontos eleme a hozzáadott érték növelésének, hogyha ezek a cégek rendelkeznek saját termékkel, mert saját termékkel abban az értelemben, hogy általuk tervezett, általuk gyártott termékkel. De például ez a képzés ebben mindenképpen hozzájárul, hiszen mérnököket képzünk itt, akik aztán alkalmasak lesznek arra majd, hogy ne csak a technológiát üzemeltessék, hanem hogy hozzá tegyenek valamit ehhez a technológiához. Összesen mintegy 100 program jegyzi az Európai Unió segítségét és a Fidesz-KDNP kormány segítségét. A térség országgyűlési képviselője köszönetet mondott azért a támogatásért, amelynek köszönhetően 2010 óta közel 8000 új munkahely létesült itt, és jelentősen fejlődött az infrastruktúra. Egy-két éven belül pedig akár 20-30 kilométernyi utat is felújíthatnak a Magyar Falu program keretében. A fórumon elhangzott 2020 és 2021-ben több mint 220 milliárd forintos forrás érhető el a hazai KKV-k számára.